Tűz a pécsi lőtéri domboknál, hárman kerültek kórházba, egy gázpalack is nehezítette a mentést. Nő a Gyöngybagoly állomány Baranyában, az enyhetél segít a szaporodásban. Újabb fejezet, tovább szépül a Balokányliget. Rengetegen a nyílt napon bemutatkozott a PTE orvostudományi kara. Szerda esti híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Három személyt vittek el a mentők megfigyelésre, amikor kigyulladt egy épület kedden este. Eddig tisztázatlan okok miatt kapott lángra a 20 négyzetméteres épület Pécsen, a város déli részén. A bejelentés szerint egy gázpalack is felrobbant, így a pécsi tűzoltók és a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Tegnap este 6:30 körül érkezett jelzés a Baranya megyei katasztrófa védelmi igazgatóságra, miszerint Pécsett a lőtéri domboknál egy 5x4 méter alapterületű faház, egy hétvégi ház teljes terjedelmében égett. A hivatásos tűzoltók 3 egységgel érkeztek a helyszínre. A kiérkezésekül a faháznak a tartószlopai, vagy a bent levő tárgyak, kája, edények, könyvek, illetőleg az ágy is égett. A tűzoltók fecskendővel, valamint légzésvédelem mellett a tüzet eloltották, valamint a beavatkozás során egy 5 kg-os gázpalackot is kihoztak az épületből. A házban 3 személy tartózkodott, ők szerencsésen ki tudtak menekülni, viszont könnyebb sérüléseket szenvedtek, ezért a mentőszolgálat őket kivizsgálásra kórházba szállította. Már bepakolták a gépkocsiba a kivágott fát, amikor a siklósi rendőrök elfogták őket. Állampolgári bejelentés érkezett január 12-én 22 óra 5 perckor a rendőrség ügyeletére, hogy a Matyi temetőnél ismeretlen személyek fát vágnak. A bejelentést követően a rendőrök megjelentek a területen, ahol 4 férfit találtak, akik már 4 élő akácfát kivágtak, és azokat összeaprítva az általuk használt személyi gépkocsiba pakolták be. A fatolvajokat, akik a terhükre rótt cselekmény elkövetését elismerték, elfogták, előállították, majd ellenük lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a siklósi rendőrkapitányságon indítottak büntető eljárást. Emelkedett a baranyai Gyöngybagoly állomány létszáma tavaly. A fokozottan veszélyeztetett faj szaporodását segítette, hogy az enyhetél miatt volt elég táplálékuk. Több bagolypár kétszer is rakott tojásokat és nevelt fel fiókákat 2014-ben. A szakemberek azt mondják, idén hasonló növekedés lesz. A gyöngybagoly eszmei értéke 100 000 forint. Gyöngybagoly fiókák egy templomtorony vagy egy elhagyott épület tetőterében. Ilyen helyekre rakja fészkét ez a faj. Pocokkal a csőrében érkezik az anyjuk. Ilyen kistestű rágcsálókkal táplálkoznak ezek a madarak. Éppen az enyhetél miatt elszaporodott kisemlősöknek köszönhetően nőtt a gyöngybagoly állomány Baranya megyében tavaly. Rendkívüli mértékben a rendelkezésre állt a táplálék mennyiség. A bagolyoknak közel 50%-a kétszer is költött az elmúlt évben, és ennek köszönhetően csak a költőládainkból 346 bagolyfióka repült ki. Volt olyan bagolypár, ami 19 fiókát nevelt fel a két költés során. Bank László szerint idén is ez várható, hiszen az időjárás segíti a rágcsálók életben maradását, szaporodását, ezzel pedig a gyöngybagoly állomány növekedését. Hogyha ezt a tendenciát nézzük, és az idei télse igazából kemény, akkor remélhetőleg egy olyan 30-40%-os állománynövekedés lesz talán 2015-ben is. Bank László azt mondja, jelentős az állomány ingadozás, hiszen egy kemény, fagyos tél a gyöngybaglyok akár 70-90%-át is elpusztíthatja. Ezért örülnek a növekedésnek. Most olyan 160 pár van, de akár 3-400 párnak is van elég helye és területe megyénkben. A gyöngybagoly fokozottan védett. Értékét 100 000 forintban határozták meg. Ennyit kell fizetnie annak, aki egy gyöngybagoly halálát okozza. Lassan divattá válik Komlón a szöges kolbász. Újabb eset történt ugyanis ezúttal az Arany János utcában. Egy kutya evett is belőle, az életét az mentette meg, hogy a gazdái azonnal meghánytatták. A városban az elmúlt fél évben számos ilyen eset történt, de az elkövetőket még nem sikerült tetten érni. A kutyásoknak azt javasolják, tegyenek szájkosarat a kedvenceikre, hogy elkerüljék a bajt. Ha pedig valaki újabb horoggal, dróttal vagy bármilyen éles, szúrós tárgyal töltött kolbászt, húst talál,
fotózza le a helyszínen, majd tegye zacskóba, és akár névtelen bejelentéssel együtt juttassa el a rendőrségre. Aki esetleg szemtanúja lesz annak, hogy valaki épp kihelyez egy ilyen csalit, tegyen feljelentést. Más esély ugyanis nincs arra, hogy az illetőt elfogják. Újabb állomáshoz érkezett a Balokányliget parkrehabilitáció. A közmunkások szerdán a tó keleti részénél fekvő területet tisztították ki. Girán János alpolgármester azt mondta, a folyamat a jövőben folytatódik, még játszótér is lehet a területen. A vastagabb bozót írtására még láncfűrészt is bevetettek a munkások, szerdán reggel a Balokányliget megszépítésén dolgoztak. A tó keleti részén található terület tisztítását kezdték el. A kertben nem túl előnyös a szemét. Igazából rengeteg szemét volt, a terület rendezését azzal is kezdtük, hogy a kommunális hulladékokat hordtuk el, illetve szüntettük meg a különféle szemétlerakatokat. Most pedig a bozót írtás, illetve a területnek a zöld felületének a rendetétele zajlik. 15 közmunkás dolgozott szerdán a Balokányliget megszépítésén. Ahogy látható, itt azért a különféle mind nemes, mind pedig kevésbé nemes növényzet elég jól elfoglalta a maga területét, és ez mind köztisztasági, közegészségügyi és nem utolsó sorban közbiztonsági vonatkozásban is egy problémás helyzetet jelentett. Girán János alpolgármester szerdán azt mondta, ez egy újabb fejezete a park rehabilitációnak, de nem az utolsó. Hozzátette, a távlati tervben nem csak a területrendezés, hanem egy játszótér is szerepel. Itt ezen a területen egy játszóteret hozunk létre, közösen az parkot már 2012 óta gondozó, karbantartó civil összefogással. Ebbe én is, mint a terület kerületi képviselője természetesen feladatot vállalok, és támogatom ezt anyagi forrásokkal is a képviselői keretemből, és ahogy tudom, ezt Csizi Péter országgyűlési képviselő úr, aki a területnek a képviselője, szintén országgyűlési vonatkozásban, szintén az ügy mögé áll. A hét végéig több mint 10 köbméter szeméttől mentesítik a parkot. Fodor Ibolya sorsáról indított szavazást a pécsistopp.hu internetes portál. Azt írják, az országos skandallum a jelölő Fidesz és saját polgármesterének kemény hangú levelének dacára sem ereszti el Fodor Ibolya a pécsi képviselőséget, és hagyja ott 3 havi álmokfutás után a politikát. Fodor Ibolya egyelőre továbbra sem nyilatkozott úgy, hogy kiradírozná magát a közéletből. A pécsistopp oldalon szavazást indítottak a témában, miszerint a botrányhős képviselő asszony maradjon-e továbbra is képviselő, vagy ismerje fel végre, elásta magát, álljon fel a székből. Kora délután a szavazatok állása úgy alakult, hogy a választók 98%-a akarná, hogy Fodor Ibolya távozzon a közéletből. Több a szakokról szóló bemutatkozó előadást is szerveztek az Egyetem Orvostudományi Karának nyílt napján szerdán. A legnagyobb érdeklődés azonban a kísérő programokon volt, ahol a megjelent középiskolások egy kis időre maguk is orvossá válhattak. Sebészet, fogtömés, ultrahangos vizsgálat. Többek között ezekkel is megismerkedhettek azok a középiskolás diákok, akik ellátogattak az orvosi kar nyílt napjára. Ezt például érszűkületek felderítésére, vagy nem tapintható pulzusoknak a megtalálására használják. De elsősorban az érsebészek használják ezt a készüléket. A nyílt napon nagy volt az érdeklődés az összes kar iránt. A gyógyszerészi szak iránt érdeklődünk, mert abban az irányba szeretnénk tovább tanulni, de azt még nem tudjuk, hogy konkrétan melyik városba, úgyhogy most eljöttünk ide is, meg testre is, úgyhogy mindenhol körülnézünk. A biológia meg a kémia érdekel, úgyhogy ide szeretnék járni egyetemre, és akkor ezért gondoltam, hogy megnézem a nyílt napot. És milyen orvos lennél, hogyha esetleg felvételt nyersz és elvégezheted? Gyerekorvos szeretnék lenni, mert a gyerekeket szeretem. A nyílt nap célja az volt, hogy a középiskolások megismerjék a kart, illetve az induló szakokat, melyek az általános orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerésztudományi szakok, illetve az orvosi biotechnológia mesterképzés. Mind a 3 szakunk, azaz mind a 4 szakunk népszerű. A biotechnológia egy viszonylag új szak, népszerűsége rohamosan nő. A legnépszerűbb természetesen az általános orvostudományi szak, de a fogorvostudományi szak és a gyógyszerésztudományi szak iránt is nagyon-nagyon nagy a kereslet.
A nyílt napon a szakok bemutatása mellett az érdeklődők tájékoztatást kaphattak a nyelvtanulási lehetőségekről, a kollégiumi elhelyezés lehetőségeiről, illetve a külföldi ösztöndíj lehetőségeiről is. Kizárólag a Semmelweis Egyetem jelent jelenleg konkurenciát a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának, ezt mondta a dr. Miseta Attila. A kar dékánja szerint folyamatosan fejlődni kell, ugyanis a környező országokban is erősödik az orvosképzés. A szeptemberben induló képzésekre február 15-éig kell jelentkezni. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül színvonalas oktatói gárda van, és amennyire lehet, megköveteljük a szigorúságot, de igyekszünk egy familiáris légkört is teremteni a hallgatók számára. A magyar hallgatói évfolyam az általános orvosi szakon 200 évfolyam, 200 hallgató körüli, valamivel kevesebb, egy 40-50 fogorvost, és lehetőség szerint minél több gyógyszerészt várunk, ez körülbelül 60-70 lesz várhatóan. Pályázatokról és vizsgákról szól az évkezdet a Pécsi Gandhi Gimnáziumban. Az intézmény közleményében azt írja, tovább zajlanak a gandhis pályázati projektek. Az esélyháló keretében január 10-én tanulásmódszertani tréningen vett részt az iskola valamennyi pedagógusa, valamint a pedagógus munkát segítő alkalmazottak. Az immár második hasonló képzés középpontjában a vázlatolási technikák álltak, melyeket elsajátítva és továbbadva a tanárok megkönnyíthetik a diákok önálló tanulási tevékenységét. Folytatódik az iskolában az Egyedül nem megy, együtt könnyebb című projekt megvalósítása is. Ebben a programban 21 mentor közreműködésével 46 diák érettségire és tovább tanulásra felkészítését segítik. Egyelőre nem érintik a megyét a Tesco áruház bezárási tervei, korántsem biztos azonban, hogy a későbbiekben nem kerül a listára Pécsi, Baranyai egység is, írja a Bama. A Tesco 13 magyarországi üzlete bezárását jelentette be hétfőn. A döntés több mint 500 munkahelyet érint. A társaság közleményében azt írja, az elmúlt időszak jogszabályi változásai miatt jelentősen megnőttek a kiskereskedelmi láncok működési költségei. A másik érv, hogy 2 év múlva csak azok a kiskereskedelmi egységek működhetnek, amelyek nem veszteségesek. A 13 egység között nincs sem pécsi, sem baranyai áruház, a legközelebbi kijelölt hipermarket a szomszéd megyében Tolnán van. Nem feltétlenül lélegezhetnek fel ugyanakkor a baranyai vásárlók, illetőleg a cég alkalmazottai, hiszen az üzletlánc tájékoztatása szerint a továbbiakban még idén összesen közel 50 áruház bezárására lehet számítani. 8 településen 10 időközi önkormányzati választás lesz vasárnap. Azért kell szavazást tartani ezeken a településeken, mert az október 12-i választás vagy elmaradt jelöltek hiányában, vagy megtartották ugyan, de szavazategyenlőség miatt eredménytelen lett. De van olyan település is, ahol az ősszel megválasztott polgármester lemondása miatt kellett új választást kiírni, írja a Pécsi Újság. 4 település, köztük a Baranya megyei tengeri választóinak azért kell vasárnap az urnákhoz járulniuk, mert október 12-én szavazategyenlőség alakult ki az első helyen a polgármester jelöltek között. Kishajmáson pedig nem indult annyi jelölt, ahány tagú képviselőtestületet kellett volna választani, ezért a voksolás elmaradt, a megválasztott polgármester pedig lemondott, így a településen 4 tagú képviselőtestületet és polgármestert is választanak. Új kiállítás látható a civil közösségek házában. A Pollák Mihály műszaki és informatikai kar korábbi tanára Hidasi Ágnes válogatott az elmúlt 15 év munkáiból. A ma már Kaposváron élő művész 20 évvel ezelőtt ismerkedett meg a tűzzománc készítéssel. Azóta az eljárás mesterévé vált, és a művészeti ágazat kiemelkedő képviselője lett. A Kor falára című tárlatát február 2-áig láthatjuk a civil közösségek házában. Akkor, amikor az ember több éven keresztül foglalkozik ezekkel a képekkel, illetve témákkal, akkor kialakul az, hogy szeretne valamit üzenni, szeretne valamit átadni. És számomra nagyon fontos, hogy a képeknek legyen valamilyen üzenete. Azért is fontos nekem, hogy mi a címe a képnek. Mert én azzal, amilyen címet adok, és ahogy a képet megfogalmazom, azzal azt szeretném átadni annak, aki nézi. Regionális hírekkel folytatjuk.
Halálos baleset történt az egyik kaposvári cégnél, úgy tudni a kapos plasztnál dolgozó targoncás munkásra zsákok zuhantak. Az ügyben a megyei kormányhivatal illetékes szerve vizsgálódik, a kaposvári rendőrkapitányság pedig közigazgatási hatósági eljárást folytat. Halálos munkahelyi baleset történt a kaposvári Kaposplasz Kft. Telephelyén január 10-én szombaton. Úgy tudni, a szerencsétlenül járt 49 éves targoncás férfira a zsákok zuhantak. A kiérkezett mentősök próbálták megmenteni a munkás életét, de már nem sikerült segíteni rajta. Sajtóinformációk szerint a telephelyén a baleset után szemlét tartott a munkaügyi felügyelőség, de első körben nem állapítottak meg komolyabb mullasztást, a vizsgálat azonban még nem zárult le. Megkerestük a Kaposplasz Kft. Igazgatóját, aki megerősítette, valóban történt egy sajnálatos haláleset a cégnél, a vizsgálat lezárása előtt azonban nem nyilatkozik. Az ügyben egyébként vizsgálódik a Somogy megyei kormányhivatal illetékes szerve is, erről azonban a vizsgálat lezárta után adnak tájékoztatást. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint nem indítottak eljárást foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. Arról tájékoztattak, hogy a kaposvári rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást folytat a történtek miatt. Az elmúlt években több munkabaleset is történt Somogyban. Tavaly évvégén egy munkás meghalt, egy pedig megsérült, amikor farakodás közben egy erőgép a rakományával együtt maga alá temette őket Tapsonyban. Tavaly májusban pedig egy daru zuhant egy munkásra Kaposváron. A súlyos baleset a Sáfász közelében egy játszótér átépítésekor történt. 2012-ben Marcaliban madárriasztókat szereltek a munkások, amikor egy 52 éves férfi az emelőkosaras kocsi kosártartójából kizuhanva meghalt. Egyre többen fordulnak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel Tolna megyében. Bár egyelőre nincs járvány, egy szakközépiskolát a múlt héten pár napra már be kellett zárni, olyan sok diák lett beteg. A szakemberek azt javasolják, hogy aki csak teheti, oltassa be magát, mert a védettség két héten belül kialakul. Ha megnézzük a kantírozó ívünket... Bár még nem ülnek minden padban, hétfőn már elkezdődhetett a tanítás ebben a szekszárdi középiskolában. Múlt péntekre a tanulók több mint fele 230-an lettek influenzások. Két napra be is kellett zárni az iskolát, a beteg diákoknak már több mint a fele meggyógyult, de sok tanár még mindig beteg, a tanórákat is csak helyettesítésekkel tudják megoldani. Úgy látszik, hogy a felnőttek lassabban vészelik át ezt a helyzetet, de bízom abban, hogy a megtett intézkedések, a két tanítás nélküli napban elvégzett tisztítás, takarítás, fertőtlenítés meghozza az eredményét, és a helyzet rövidesen normalizálódni fog. Jó közepes beteg létszámmal dolgozunk. Napi 70-80 beteg érkezik ebbe a rendelőbe, nagy részük influenza-szerű tünetekkel, mondja az egyik szekszárdi gyermekorvos. Járvány még nincs, de a legtöbben magas lázra és végtagfájdalmakra panaszkodnak. A legfontosabb, amit tenni tud, az az, hogy még gyorsan elmegy a házi orvosához, és fölíratja az influenza elleni védőoltást. Ennek a védőoltásnak, illetve ezeknek a védőoltásoknak a beadástól számítva durván két hét múlva kialakul a teljes védelmük. Az elmúlt 5 év legjobb minőségű nádját aratják a Kisbalatonnál. A tóparti növény erős és vékony szálú, sőt idén a mennyiségre sem panaszkodnak a somogyi vállalkozók. Hektáronként 1000-1200 kévényi nádat gyűjtenek be, amelyből tetőt és szövetet is készítenek, és jut belőle exportra is. Már dolgoznak a gépek, megkezdődött a nádaratás a Kisbalatonon. Egy hektáról 1000-1200 kévényi nádat gyűjtenek be, ez a mennyiség háromszorosa a tavainak, mondja Hüse László vállalkozó. 250-300 hektáron kezdődött el. Most a vízállás pont jó ahhoz, hogy tudjunk nádat aratni. Nagyon kevés a víz, és teljesen könnyen közlekednek a gépek a nádasba. Ha az időjárás is engedi, és nem lesz sok eső, februárig összesen 300 hektárról takarítják be a növényt. Hüse László abban bízik, hogy megfelelő vastagságú jég is borítja addig a Kisbalatont, akkor ugyanis a gépek a teljes területen tudnának dolgozni. Hüse László úgy tervezi, hogy egy hónap alatt összesen 300 000 kévényi nádat tud learatni. Az elmúlt évekhez képest idén nem csak hogy több, hanem minőségében is jobban áll, mondja Hüse László. Az elmúlt öt év
nem maradtunk olyan jó nárat, mint az idei év. Lehet látni, hogy kemény és vékony szálú tetőfedő a nád. A kévékbe kötött nádból nem csak tetőt, szövetet is készítenek, sőt még exportra is jut belőle, teszi hozzá a vállalkozó. Tavaly nagyon rossz évünk volt, eladhatatlan nádunk volt, mert görbe és vastag szálú volt. Az idei év ez most tényleg nagyon jó minőségű tetőfedésre, szövet alapanyag és külföldre is küldjük, Dániába, Hollandiába, Belgiumba és Németországba. A tópartok növényét nem csak gazdasági haszna miatt gyűjtik, hanem a nádasok megújulása természetvédelmi szempontból és az élővilág megőrzésében is jelentős szerepet tölt be. A Kis-Balaton 2000 hektáron terül el, ebből minden évben maximum 300-400 hektáron vágják a nádast, mondja Kovács Zoltán, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park természeti őre. Olyan 400 hektár tervezünk be aratásra. Tehát azért, hogy mindig legyen új nád, tehát ami megújul, és mindig maradjon idősebb nádat is, 2-3-4-5 éves nádat is. Fészkelési szempontból is nagyon fontos, és táplálkozási szempontból is nagyon fontos a madaraknak. Nem csak az élőlények lakhelyéül szolgálnak a nádasok, hanem víztisztító szerepük is van, valamint a partvédelemben is rendkívül fontos szerepet játszik, tette hozzá Kovács Zoltán. Edzőt váltott az új többségi tulajdonos, a jövőben Tamási Zoltán irányítja a Rákóczi FC-t. Sólyom Sándor kiemelte, egy helyiekből álló teljesen új stábot állítana fel. A Puebla Kft. Ügyvezetője úgy nyilatkozott, egy új megállapodás értelmében egy hónapon belül rendezné az elmaradt béreket. Eredetileg január 10-éig kellett volna kifizetni az elmaradt béreket, azonban Sólyom Sándor és a klub vezetése újabb megállapodást kötött. Ennek értelmében az új többségi tulajdonosnak további egy hónapja van, hogy rendezze a tartozásokat. Hát nem kevés meglepetésért, de most már úgy néz ki, hogy ezeket sikerült tisztázni, illetve akkor megpróbálom kézzelni a dolgokat. De azért egyet ne felejtsünk el, tehát innen elvinni semmit nem lehet. Per pillanat én ide csak hozok valamit, tehát ha valaki úgy érzi, hogy ezért engem a sarokba állíthat, akkor téved. Sólyom Sándor azt mondja, több ténnyel csak a szerződés aláírása után szembesült, így például azzal, hogy a játékosok irreálisan magas fizetést kapnak. Bár az új többségi tulajdonos még nem fizette ki a játékosok bérét, az első fontos döntését már meghozta, edzőt váltott. Így Márton Gábor helyett a jövőben Tamási Zoltán irányítja a csapatot. Az új tréner korában a szintén Sólyom Sándor tulajdonában álló salgótarjáni BTC vezetőedzője volt. Van, ahol érdemes focit csinálni, itt van hagyomány, itt van olyan közeg, amelyik tudja támogatni ezt a focit, mert szurkolók nélkül nem érdemes focit csinálni. Ez egy olyan hely, ami megérdemelni azt, hogy jó legyen. A Tamási Zoli egy sikerre éhes valaki, aki mindig a pályán is kemény volt, tehát ugyanezt a keménységet várom tőle. Azt szeretném, hogyha itt összeraknának egy olyan csapatot, amelyik meghal a pályán, amelyik szimpatikus. Úgy tudni, Kaposváron Miovec Zoltán és Házi László segítheti majd az új edző munkáját. Sólyom Sándortól megtudtuk, 5 új játékos biztosan érkezik a kaposvári klubhoz, de a jövőben még külföldről is igazolnának. A cél, hogy a Rákóczi újra az élvonalban szerepelhessen, mondta a többségi tulajdonos. Az időjárás részletei előtt mutatjuk, miről szólt a mai híradó. Tűz a pécsi lőtéri domboknál, hárman kerültek kórházba, egy gázpalack is nehezítette a mentést. Nő a gyöngybagoly állomány Baranyában, az enyhetél segít a szaporodásban. Újabb fejezet, tovább szépül a Balokányliget. Rengetegen a nyílt napon bemutatkozott a PTE orvostudományi kara. Csütörtökön említést érdemlő mennyiségű csapadék nem esik, reggel ködfoltos, délelőtt borongós, délután változóan napos felhős idő lesz. Gyenge, délután és éjjel kissé élénk szél fúj majd. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, viszontlátásra!